Öt nagylelkű vállalkozónak és termelőnek köszönhetően mintegy 1500 olyan kistermelőnek biztosítunk vetőmagot, akik 5 hektár alatti tulajdonnal rendelkeznek. Az igénylők több mint háromnegyede 55 évnél idősebb, mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Ez az egész akció az egész vajdasági térséget lefedi, beleértve a szorványtelepüléseket is, és a szervezés azt fogja eredményezni, hogy senkinek nem kell sehova menni, a támogatottak, a sikeresen pályázók házhoz fogják kapni a falugazdászoknak, illetve a vigyázzunk egymásra akció aktivistáinak köszönve ezt a magot, amit hát az elkövetkező napokban reményeink szerint el tudnak juttatni. Az akcióhoz a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége is csatlakozott, amely szerint nagy szükség van az idősebb termelők támogatására. Több mint 10 éves munkálkodásunknak köszönhetően szövetségünk mára már több mint 22 falugazdásszal lefed 32 települést egész Vajdaság területén, és egy olyan adatbázissal tudtunk a mai napra már rendelkezni, amelyből több mint 7000 termelő közül megtudta a szövetség falugazdászai, meg tudták szólítani azokat az idős termelőket, akiknek ez az adomány a mai nap útjára induló kukoricavetőmag adomány kiosztása is került. Az adomány kiszállítását ma délelőtt kezdték meg Adorjáról.